A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm a nézőket. Augusztus 4-e van Dominika és Domonkos névnapja. 74 évvel ezelőtt meghalt Babits Mihály költő, író, 114 évvel ezelőtt pedig megszületett Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. 71 évvel ezelőtt pedig a náci rendőrség rajtaütött azon az amszterdami házon, ahol Anne Frank és családja élt. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Az áram árának emelkedése miatt más is drágább lesz Szerbiában. Az unió felé tartó migránsok lerombolnak mindent, ami az útjukban áll. Hasmenéses tünetekkel vittek kórházba 12 szíriai határsértőt Szegeden. Ma emléknapot, holnap gyásznapot tartanak Szerbiában a Vihar hadművelet évfordulóján. A 12%-os áramdrágítás nem csak a villanyszámlán lesz látható, hanem vásárlásaink folyamán is érezni fogjuk, vélik a szakértők. Az áram árának emelése a kormány és a Nemzetközi Valuta Alap között megkötött megállapodás része. Az étolaj 160, a cukor 84, a liszt 57 dinárba került az egyik szabadkai kisboltban. Már nem sokáig vásárolhatjuk meg ezeket a termékeket ennyiért. Az árammal ugyanis párhuzamosan az élelmiszer is hamarosan megdrágul. Legalábbis ezt állítják a szakemberek. Szerbia lakosainak többsége tehetetlenül nézi az áremelkedéseket. Azt mondják, nem tudnak mit tenni ellene. Túl svako živije. Na minimumu, ja mislim, ne? I onda svakome će to biti jako teško i starim ljudima. Vannak, akik már megszokták, hogy minden drága, így azon sem lepődnek meg, hogy a közeljövőben ennél is több pénzt kell otthagyniuk az üzletekben, ha meg szeretnék vásárolni a mindennapi kellékeket. Minden drága általában mindig, úgyhogy már semmi meglepő nincs benne. Nem csak az üzletek pultján levő termékek ára kerekedik majd felfelé, de a péksütemények is drágulnak. Az áram árának emelkedésével ugyanis drágább lesz ezek előállítása is. Az egyik szabadkai pékség tulajdonosa azt mondja, a kenyér árát nem fogja emelni. Poszkupjánye se biti minorna, ne se mnogodna stine cenu, do nekih 3-5%. To je za sve proizvode koje koriste. Az áram 2013-ban drágult legutóbb. A kormány és a Nemzetközi Valuta Alap között megkötött megállapodással azt szeretnék elérni, hogy az áramot rövid időn belül piaci áron használják Szerbiában is. Ez a 12%, amit kiszámoltak, hogy esetleg egy átlagfogyasztású családnál, hogy az havonta pár száz dinár fog jelenteni. Én azt hiszem, hogy összességében majd egy-két hónap elmúltával lássuk, és lehet valójában elemezni azt, hogy az a pár száz dinár az ezer vagy azon fölüli többletkiadást fog jelenteni egy családnak. Az áramdrágulás sokaknak télen okoz majd legnagyobb gondot. Úgyhogy az élelmiszer az a legkevesebb, hiszen a fűtés nekem az havonta 20-25 ezer dinár. Árammal fűt? Árammal. Úgyhogy az lesz a probléma. De hát mit tegyünk? Az már biztos, hogy az áramemelés elkerülhetetlen. Az áramdrágítás viszont a háztartásokra irányul, nem pedig az ipari létesítményekre és a feldolgozói szektorra. Ezért az illetékesek szerint nem lesznek drasztikusak az áremelések a szerbiai kereskedelemben. Javuló félben van Szerbia gazdasága. A Nemzetközi Valuta Alap már most nullára változtatta az eredeti előrejelzését, amelyben 0,5%-os GDP csökkenést jósolt. A pozitív folyamatok eredményeképpen azonban ezt tovább módosíthatja, tudta meg a szerbiai RTV. Az IMF várhatóan tovább javítja Szerbia gazdasági növekedését 0,5%-kal. A költségvetési hiány legalább négyszer alacsonyabb, mint amit az IMF elvár. Szabadkán az egykori téglagyár telepén pihennek meg azok a migránsok, akik az Európai Unió területére szeretnének jutni. Az illegális bevándorlók rövid tartózkodás után a szerb-magyar határ menti településekre vonulnak, hogy onnan szökjenek illegálisan Magyarországra. A zöld határ közelében élők nyugtalanok, mindenki attól tart, hogy előbb-utóbb valami komoly baj lesz. A szabadkai téglagyár előtti kútnál fürdenek az illegális bevándorlók. Mosdás közben az edényeiket is előblítik. Szemét és kosz mindenütt.
a valamikori gyártelep tele van átutazókkal. Régebben madárcsicsergéstől volt hangos a terület, most szinte csak idegen szót hallani. A migránsok csak pihenni állnak meg a régi üzemben. Útjukat a határmenti települések felé folytatják. A Királyhalmon átvonuló migránsok a mögöttem látható autópálya menti védőkerítést is letapossák, csak hogy minél előbb a zöld határ felé vezető útra jussanak. Királyhalmon jól látható a zöld határ felé vonulók nyoma. Lerombolnak mindent, ami az útjukban áll. A királyhalmiak kerülik az idegeneket. A helyiek úgy érzik, mintha az elmúlt hónapokban egy bűnügyi regény fejezetei elevenedtek meg volna a településen. Egy migráns meggyilkolta társát, a temető ravatalát feltörték, a lakosok félnek. Én, hogyha találkozok is, én elmék úgy mellettük, tehát én próbálom úgy, hogy tehát semmilyen szemkontaktus, tehát semmi, hogy ne is... Tehát engemet úgy személyesen nem, hallottam én is ezekre a problémákról, tehát hogy a temetőbe, hogy főtölték az ajtót. A kisközösség lakóit bosszantja, hogy a menekültek még a temetőben nyugvóknak sem hagynak békét. Azért ilyen cirkusz még se szabadulna senkinek se csinálni. Én bár is úgy gondolom, hogy hát az egy sír, azt nem szabad többet bántani senkinek is, hiszen én szerintem. Legtöbben úgy vélik, hogy közösen kellene fellépni a probléma ellen. Hallok dolgokat, hogy van, akiknek csinálnak károkat, de hát azt el lehet ide jönni a helyi közösségbe, a gazdáknak össze kellene fogni, és akkor jelenteni egybe, hogy ennyi a károm, meg mit tudom én, de egy fecske nem csinál nyarat. A migránsok, akiknek nem sikerült Királyhalomnál átjutniuk az Európai Unióba, horgoson próbálkoznak a határsértéssel. A szerb-magyar zöld határsáv menti településen egy szíriai család már napok óta éjszakázik a helyi kisbolt előtt. A horgosiak nem nyilatkoztak. Egy férfi kamerán kívül annyit mondott, jobb, ha mégse vesszük fel, mert amit mondana, az nem kamerába való. Hasmenéses tünetekkel vittek kórházba 12 szíriai határsértőt, 7 gyereket és 5 felnőttet Szegeden, tudta meg az MTI. A betegeket elkülönítették, és megkezdték a szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, amelyek eredményei 48-72 óra múlva várhatóak. A szegedi határrendészeti kirendeltsége működő egészségügyi áteresztőponton további 34 határsértőt különítettek el, és intézkedtek a helyiségek soron kívüli fertőtlenítéséről. A magyar rendőrök soron kívüli ismételt egészségügyi tájékoztatást és felvilágosítást kaptak, és valamennyi szükséges egyéni védőeszközzel, orvosi orr- és szájmaszkkal, gumikesztyűvel, víz nélkül használható kézfertőtlenítőszerrel, komplex egészségügyi egységcsomagkal rendelkeznek. Acélkarókat vernek le a magyar katonák Ásotthalom közelében a szerb-magyar határszakaszon. Ez az ideiglenes biztonsági határzár kivitelezésének első szakasza. A helyiek szerint azonban a kerítés nem állítja majd meg a migránsokat. Attól tartanak, hogy egyre több lesz belőlük a környéken. Ásotthalom közelében megkezdődött az ideiglenes határzár kiépítése. Amint ez a hátam mögött is látszik, körülbelül 3 méteres acélrudakat fúrnak le a földbe. Ez képezi majd az ideiglenes határzár alapját. Könnyedén fúródik a laza homokba a kemény acélrúd. Néhány óra alatt több kilométer hosszú sorban állnak a migráns áradat megfékezését segítő majdani kerítés tartórúdjai. A határzár mintaszakaszánál alkalmazott technológiák alapján a karók a NATO drótból épített 3-szintes gúlák tartására szolgálnak majd. A katonáknak gyorsan kell dolgozniuk, ha tartani akarják az Orbán Viktor magyar miniszterelnök által megszabott augusztus 31-i kivitelezési határidőt. Napközben csendesnek, kihaltnak tűnik az ásotthalmi tanyavilág. Az itt élők azt mondják, éjjelente migránsok tömege lepi el a környéket. Elvágik a kerítés, azt majd jönnek is. Fővannak azok készülve rendesen, úgyhogy nem. Jó, én nem tudom. Nem bánnám, ha nem gyűnnének, de hát ha gyűnnek, mit tudunk velük csinálni. A napokban mi a helyzet itt a környékén? Mennyire jönnek 30-40. Például szombaton is 40-en biztos egy rakásba. Jó, én hozzám be is gyűjtek már, de csak már még a házba is. A határ másik oldalán, Királyhalmon, lassan kezd elfogyni a migránsokkal szembeni türelem.
Fehér Attila azt mondja, a gyümölcsösökben is hatalmas kárt okoznak a tömegesen vonuló külföldiek, de a helyiek a temetőben randalírozókra haragszanak a legjobban. Nem nézi jó szemmel a határzár felépítését. Annyival lesz rosszabb, hogy most így a migránsok itt is fognak maradni, mivel nem bírnak úgy átmenni, de attól függetlenül, hogy a kerítést csinálják, szerintem ugyanúgy fognak jönni, mint ahogy eddig is. A magyar kormány 22,2 milliárd forinttal egészíti ki az ideiglenes határzár építésére, valamint a migránsok átmeneti elhelyezésére fordítható költségvetési keretet. Így a korábban az ideiglenes határzár anyag és technikai költségeire elkülönített 6,5 milliárd forinttal együtt, idén összesen mintegy 29 milliárd forintot szánnak a probléma kezelésére. Fogvatartottak készítik az ideiglenes biztonsági határzár tartó elemeit Dunaújvárosban. Jelenleg az üzemben két műszakban 44 rab dolgozik. Szükség esetén akár több műszakban, több fogvatartott bevonásával is készítik majd a tartó elemeket. A munkavégzés fázisait sajtótájékoztatón mutatták be. Galambos Dénes Dunaújváros és térsége országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Magyarország a schengeni rendszer előírásai miatt köteles ellenőrizni a magyar-szerb határt, ahonnan illegális határátlépők ezrei érkeznek nap mint nap. Mivel a migránsok ellenőrizetlenül lépnek be Magyarország területére, szükség van a határzárra, és fontos a szabályozott beléptetésük az Európai Unióba, mondta. A Fidesz nem menekült táborokban gondolkodik, hanem az illegális bevándorlás problémájának megoldásában, mondta Tuzson Bence, a magyar kormánypárti frakció szóvivője, aki szerint ennek ellenére most szükség van ideiglenes befogadó állomások létrehozására, ám ezeket később be kell zárni. A politikus keddi budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a bevándorlási hullám nő, az illegális határátlépők száma néhány napja átlépte a 100 000-et. A friss adatok szerint az idén, az elmúlt éjfélig 106.309-en érkeztek törvénytelenül Magyarországra, közülük 105.587-en Szerbia felül. Jelezte, alig több mint egy hónap alatt 40 000-en érkeztek illegálisan az országba, csak nem annyian, mint 2014-ben összesen. Szerbiában ma először tartanak emléknapot a Horvátországban meggyilkolt és eltűnt mintegy 2000 és onnan elüldözött több mint 200 000 szerb emlékére. A központi megemlékezés Alekszandar Vučić szerbiai kormányfőnek és Milorad Dodiknak, a boszniai szerb köztársaság elnökének a Racsai hídon való szimbolikus találkozójával kezdődik majd. Vučić és Dodik koszorúkat engednek a folyó vizére, az elhalálozottakra való emlékezés jeléül. Majd Irinei szerb pátriárkán szolgáltat gyászszertartást a híd mellett. A megemlékezés művelődési műsorral, illetve Vučić, Dodik és Gyurgyica Popović menekült felszólalásával folytatódik majd. Augusztus 5-én pedig délben megszólal az összes sziréna, valamint a szerbiai és a boszniai szerb köztársaságban lévő minden pravoszláv templom harangja. Miközben Szerbia gyászol, Horvátországban augusztus 4-én és 5-én a győzelem napját, valamint a megszállás aluli felszabadulást ünneplik. A vihar hadművelet áldozataira emlékeztek ma a fruskagorai Banstolban. A gyászolók között volt Tomislav Nikolić is. Szerbia elnöke beszédében kiemelte, fontos emlékezni az áldozatokra, és kérni, hogy soha többé ilyen ne történjen. A vihar hadművelet során a horvátok 220 000 szerbet üldöztek el lakhelyéről. Egy részük a fruskagorai Banstolban kapott menedéket. A vikentelepen a jövőben egy templom épül majd Szűz Mária néven. Ma keresztszentelést is tartottak. A gyászszertartáson elhangzott, a megbocsátás nem jelent felejtést. Ta tragična oluja ostavila je kao i svaka oluja pustoš u gradovima i selima, u avetinski praznim kućama i zgarištima u kojima su vekovima živeli Srbi na tlu današnje Hrvatske. Ostavila je ta oluja kao i svaka oluja prazninu u dušama progonitelja. U ovoj crkvi molit ćemo se da ta praznina u njihovim dušama ne bude ponovo ispunjena mržnjom, već iskrenim kajanjem. Neka se na ovom mestu uzdigne crkva Brvnara Blage Marije, neka čuva sećanje na srpske žrtve Oluje
neka se u njoj čuje molitva Gospodu i molba ljudima da se zlo ne ponovi nikada i nikome. A szerb áldozatokra emlékeztek Szabadkán is a Vihar hadművelet 20. évfordulóján. Az Észak-Bácskai Körzet Szerb Egyesületeinek Szövetsége úgy döntött augusztus 4-én, az emlékezés napján minden évben bővíti tagságát, és ez lesz a szervezet napja is. A 4-tagú nem politikai szervezet ma új tagokat vett fel, így 9-tagúvá vált. Aláírtak egy közös nyilatkozatot, amelyben egyebek mellett az áll, céljuk ápolni és bemutatni a szerb nép kultúráját és hagyományait Észak-Bácskában. Odabrali ovaj datum kao istorijski na dan kada je počelo jedno od najvećih stradanja Srba posle Drugog svetskog rata, mi smo odlučili da Savez srpskih udruženja koji je formiran 30. decembra 2013. godine danas proširimo sa još nekoliko novih udruženja. Odlučili smo da današnji dan, 4. august, svake godine slavimo kao dan Saveza srpskih udruženja Stenobačkog okruga i da svake godine ovaj dan primamo nova udruženja u status punopravnog člana. Legfeljebb 10 000 eurós kártérítés illeti meg azokat a szülőket, akik esetében a bíróság megállapítja, hogy eltűnt a gyermekük, áll az eltűnt csecsemőkről szóló törvénytervezetében. A törvény azokra az esetekre vonatkozik majd, amelyekben alapos a gyanú, hogy a családok gyermekei valamely szerbiai szülészetről tűntek el 1970. január 1-je után. Az eljárások sürgősségiek és kétlépcsősek lesznek. Első lépésként egy bíró dönt majd, a második lépésben pedig 3. A családoknak egyebek mellett a csecsemő nevét, címét, leírását, a születés idejét, az intézmény nevét kell közölniük. El kell mondaniuk, hogy tájékoztatták-e őket a boncolás végrehajtásáról és a gyermek temetéséről. Az eljárást a szülők indíthatják, de amennyiben már nem élnek, akkor testvér vagy nagyszülő is megteheti. A törvénytervezetről 45 napos közvitát folytatnak majd. Megszavazta a koszovói parlament a háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság felállításához szükséges alkotmánymódosítást. A változtatásokat csak a második próbálkozásra fogadták el. A június 26-án megtartott szavazás ugyanis kudarcba fulladt. A szavazás előtt az ellenzéki képviselők kivonultak a teremből. A többi 88 képviselőből 82-en támogatták, 5-en ellenezték a javaslatot, egy képviselő pedig tartózkodott. A különleges bíróság az 1998-99-es koszovói konfliktus idején a koszovói felszabadítási hadsereg által elkövetett feltételezett háborús bűnöket vizsgálja majd. A testület felállítása elengedhetetlenül szükséges a nyugat-balkáni ország európai integrációja szempontjából. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Környezetvédelmi hagyományőrző gyermektábor tartanak Ludason. A hétvégén tartják a szabadkai arató ünnepség központi rendezvényét. Mégsem lesznek rendkívüli választások Pobedán. A közigazgatási bíróság döntése értelmében a megadott határidőben nem tarthatóak meg a helyi közösségi választások a Topolya községbeli faluban. Pobeda, Svetitjevo és Kavilló. Ez a három település tartozik a Pobeda nevű helyi közösséghez, amely Topolya községben található. A 600 lelket számláló helyi közösség lakói májusban juttattak el egy indítványt a topolyai önkormányzathoz, amelyben a tanácstagok visszahívását kérték, mert nincsenek megelégedve azok munkájával. Június 15-én a községi képviselőtestület elnöke Plóh Ledvin összehívta a falugyűlést, amelyen megszavazták a 15 tagú tanács visszahívását. Ezután augusztus 30-ára kiírták a rendkívüli választásokat. A közigazgatási bíróság döntése értelmében azonban erre nem kerülhet sor. Ez jogi erőszakot vettek a statutumon, a törvényeken minden. Úgy léptek fel, hogy az erősebbik címén, hogy a gyengébb az úgyse bír semmit. Mink reménykedtünk abban, hogy valami szinten a bíróság azért mégis a törvényességét fogja előnybe helyezni. Csendes bojkott folyik a pobedai helyi közösség ellen az önkormányzat részéről, ezt állítja a tanácselnök. Vikor László hangsúlyozta, folytatni fogják a megkezdett munkát. Az önkormányzat rövid közleményben reagált az esetre, amelyben azt írják, a bíróság formai észrevételek alapján söpörte le a helyi lakosok és az önkormányzat kezdeményezését. Azt is írják, hogy a bíróság
bíróság ugyanakkor nem vonta kétségbe az aláírások hitelességét, illetve a problémák jelenlétét sem, azonban a folyamatot mégis megszakítatta. Tiszteletben tartják a bíróság döntését, azonban a jövőben továbbra is támogatni fognak minden olyan polgári kezdeményezést, ami a helyi vezetők túlkapásai ellen irányul. Az önkormányzat a maga részéről továbbra is számon fogja kérni a helyi közösségektől, hogy minden esetben törvényesen és a szabályokat tiszteletben tartva járjanak el a polgárok kezdeményezéseit illetően, hangsúlyozták. 12 projekt nyert azon a pályázaton, amelyet Magyar Kanizsa július elején hirdetett meg a község mikro-, kis- és középvállalkozásai, valamint iparosai részére. A 3 millió dinár értékű pályázatra 24 projekt érkezett. A nyertesek egyénenként 150-től 500 ezer dinárig terjedő, visszanemtérítendő támogatásban részesülnek. Az önkormányzat a községi költségvetés alakulásától függően ősszel újabb pályázatot jelentett meg, hogy a most nem támogatott pályázóknak újabb esélyt adjon fejlesztési elképzeléseik megvalósítására. A most lezárult pályázat nyertes vállalkozóival a szerződéseket augusztus 10-én kötik meg. Az elbírálásnak objektív pontozási rendszere volt, ahol a legnagyobb pontot, pontosabban a legtöbb pontot és a legnagyobb prioritást természetesen az új munkahelyek nyitása jelentette, ebből adódóan nagyon sok olyan kis, tehát mikro kisvállalkozó és iparos esett ki, vagy csúszott le, mondjuk így, ezen a listán, akik egy-kettő embert foglalkoztatnak, vagy családi vállalkozást működtetnek, tehát sajnálatos módon ők azok, akik most a lista legaljára kerültek, ezért is gondoltuk azt, hogy nem lenne igazságos, hogyha még egy olyan pályázatot kiírnánk, ahova mindenki pályázhat, hanem inkább meghívásos alapon támogatnánk őket is. Környezetvédelmi hagyományőrző gyermektábor tartanak Ludason. A kézműves foglalkozások mellett a ludasító élővilágával is megismerkedhetnek a gyerekek. A táborban a hét bármelyik napján mehetnek a 6 és 13 év közötti gyerekek. A foglalkozásokat 9 és 18 óra között tartják. Nem csak játszanak, új ismeretekkel is gazdagodnak a gyerekek a ludasi táborban. A környező élővilágról, a ludasítóról, a környezetvédelemről és hagyományőrzésről is tanulhattak a péntekig tartó táborozáson. Távcsővel néztük az érdekes madarakat, és megtudhattunk egy pár dolgot a hattyúkról is. A tábort 17 évvel ezelőtt szervezték meg először. A szülők nagy része nem tudta megoldani a gyerekek ottalvását, ezért egyszerűbbnek találták a nappali foglalkozásokat. Ma 100 gyerek táborozott Ludason. Tavaly előtt is voltam, és ez nagyon-nagyon, de nagyon tetszett. Voltunk a tornateremben is, játszottunk, kint is voltunk, tartottak előadást is. Finomak az ételek is, és sok minden más. És nekem ez nagyon tetszik, úgyhogy még ezen a héten még maradok. A szervezők nagyon fontosnak tartják, hogy ha már a ludasító mellett élnek, ismerjék is meg azt a gyerekek. Mivel a ludasító környékén vagyunk, ugye nekünk ez nagyon fontos, különben is, amikor nem erre a témára csoportosítottuk össze foglalkozásainkat, akkor is mindig beleszűrtük a környezetvédelmet, meg a ludasító környéki életet, a régi történeteket, a régi történelmet, a Városi Múzeumból is előadóink vannak. Az ötnapos tábort Szabadka város támogatta, de a szülők is hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez. A Szabadka várostól 96 ezer dinárt kaptunk a környezetvédelmi pályázat keretében. Ennek nagyon örülünk. Pályázunk még a Magyar Nemzeti Tanácsnál, és most van nyitva a pályázatuk. Nagyon-nagyon nagy szükségünk lenne, még hogyha esetleg valamilyen eszközöket tudnánk nyerni, ugyanis ennyi gyereknél már rengeteg sok kellék kell. A délelőtti környezetvédelmi előadásokat délután kézműves foglalkozások követték. A mai napon dekupázsolni tanulnak a gyerekek. A gyerekek péntekig minden nap 9 órakor jelentkezhetnek a ludasi iskolánál, és csatlakozhatnak a már táborozókhoz. A szervezők egész Vajdaság területéről várják a tanulni, játszani vágyó gyerekeket. A részvételi díj 350 dinár. Ezen a hétvégén tartják a Duzsi Jánce, azaz az Arató ünnepség központi rendezvényét Szabadkán. Már pénteken megkezdődnek a programok.
A város főterén kézművesek állítják ki tárgyaikat, este pedig tambura zenekarok lépnek fel, bemutatják az idei aratópárt és kiválasztják a kísérőiket. A városházán szalma kiállítás nyílik. Szombaton népzenei est lesz a főtéren, az itteni együtteseken kívül horvátországi, bosznia-hercegovinai és magyarországi tánccsoportok is fellépnek. Vasárnap a központi rendezvény felvonulással kezdődik. Az ünneplők a Kéri templomtól eljutnak a Szent Terész székesegyházig, ahol 10 órakor alkalmi szentmisét tartanak. 11:30-kor felvonulás lesz a főtérig, az ünnepségen átadják a polgármesternek az új kenyeret. A főtéren most folyó munkálatok az ígéretek szerint csütörtökig befejeződnek, így zavartalan lehet az arató ünnepség. A rendezvény sorozat idei elmondata: köszönet Istennek, dicséret az embernek. Naša dožijanca bude prije svega zahvala Bogu, jer je to bilo od početka, još kad je stoljećima prije trajala u našim obiteljima, na salašima, na završetku žetve, kada su zahvaljivali Bogu što su obavili taj jedan od najznačajnijih poslova na salašu, dakle završili žetvu, što je značilo onda da će biti i kruha svagdašnjeg, i prva riječ je bila uvijek Bogu hvala, a naravno onda se to proširilo i u veselje i u zabavu, tako slično činimo i mi. Hosszú Katinka címét megvédve világcsúccsal nyert aranyérmet 200 méter vegyesen a kazanyi vizes világbajnokságon. A magyar versenyző 2 perc 6,12 század másodperces idővel győzött. Ezzel megdöntötte az amerikai Ariana Kukors 2009-ben Rómában felállított 2 perc 6,15 század másodperces rekordját. Esélyesként állt rajthoz Hosszú Katinka a 200 méteres női vegyesúszás döntőiben a kazanyi vizes világbajnokságon. A magyar úszó fantasztikus formába érkezett az orosz városba, hiszen már a döntőbe is 2 perc 6 másodperc 84 százados Európa rekorddal jutott be. A szám címvédőjeként rajtkőre álló Hosszú rögtön a döntő elején az élre állt. Bár pillangón brit riválisa tartani tudta vele a lépést, háton ő növelte előnyét, és akkor már 0,3-del a világcsúcsidőn belül úszott. Mellen még tudott erősíteni, így gyorsan már csak az órával versenyzett. Az Iron Ladynek is becézett sportoló 6 éves világrekordot döntött meg. A korábbi csúcsot az amerikai Ariana Kukors tartotta, még a 2009-es római világbajnokságról, 2 perc 6 másodperc 15 századdal, amit most Katinka 3 századdal javított meg. Számomra a világcsúcs többet jelent, mint egy olimpiai arany, nyilatkozta a döntő után Hosszú Katinka. Az, hogy a leggyorsabb vagyok egy versenyszámban, hogy soha senki sem úszott még gyorsabban, az hihetetlen, még most sem fogtam fel, tette hozzá. Hosszú Katinka még több számban is esélyes a Kazanyban zajló vizes világbajnokságon. Két magyar érem született a kazanyi vizes világbajnokság úszóversenyének második napján. A nap második magyar érmét Cseh László szerezte, aki 50 méteres pillangóúszásban 23,15 század másodperces idővel a lengyel Cernákkal holtversenyben a harmadik helyen csapott célba, a francia Manadou és a brazil Santos mögött. Ezzel Cseh lett az első olyan úszó, aki 7 világbajnokságon is érmet tudott szerezni. A szerb Velimir Sztyepánovics a 200 gyors középdöntős futamában a 7. helyen ért célba, és nem jutott be a döntőbe. Minden jegy elkelt a szeptember 4-én a Grupama arénában sorra kerülő Magyarország-Románia labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőre. A belépők 20 óra alatt fogytak el. A 202.000 klubkártya tulajdonosnak és a kártya nélküli jegyet vásárolni szándékozó szurkolóknak csak a töredéke jutott jegyhez, mivel a budapesti Üllői úti stadion csak 21.400 néző befogadására alkalmas. Egy hónappal korábban még soha nem mutatkozott ilyen fokú érdeklődés magyar futballmérkőzés iránt. Ilyen rövid idő alatt nem kelt még el minden jegy. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az áram árának emelkedése miatt más is drágább lesz Szerbiában. Az unió felé tartó migránsok lerombolnak mindent, ami az útjukban áll. Hasmenéses tünetekkel vittek kórházba 12 szíriai határsértőt Szegeden. Ma emléknapot, holnap gyásznapot tartanak Szerbiában a viharhadművelet évfordulóján.
A híradó végén megköszönöm figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!